Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a HetiTV hírműsorát látják. A Magyar Liberális Párt országgyűlési képviselője Bőz Anett gyűlöletbűncselekmény vádjával feljelenti a Jobbik képviselőjét, Szávai Istvánt, aki egy kiszivárgott felvétel szerint azzal dicsekedett, hogy megütött egy zsidó nőt. A liberálisok parlamenti képviselője szerint a kisebbségeket ért erőszakkal szemben a lehető leghatározottabban kell fellépni. Függetlenül attól, hogy Szávai István megütött valakit, vagy csak henceget vele, átlépett egy határt, ami nem maradhat következmények nélkül. Bőz Anett felszólítja a hatóságokat, haladéktalanul vizsgálják ki az esetet, hogy kiderülhessen pontosan mi történt, és helyezzék vád alá, amennyiben beigazolódik, hogy a jobbikos képviselő származása, vallása miatt ütött meg egy állampolgárt. A Magyar Liberális Párt képviselője felszólítja a Jobbik képviselőcsoportját, hogy haladéktalanul zárják ki az antiszemita politikusukat. A Tett és Védelem Alapítvány az alábbi közleményt adta ki Szávai István jobbikos képviselő zsidózásával kapcsolatban. A Tett és Védelem Alapítvány mély megdöbbenéssel áll a nyilvánosságra került hangfelvétel előtt, amelyen Szávai István a Jobbik frakció vezető helyettese dicsekszik egyáltalán elkövetett erőszakos antiszemita gyűlölet cselekménnyel. Alapítványunk megalakulásától kezdve fokozott figyelmet fordít a jobbikos politikusok zsidó ellenes megnyilvánulásaira. Országgyűlési képviselőik közül Gyöngyösi Márton a zsidó származásúak listázására szólított fel, Lenhardt Balázs izraeli zászlót égetett, Kulcsár Gergely a holokauszt emlékét gyalázta, Ágoston Tibor, a párt debreceni önkormányzati képviselője nyilvános rendezvényen tagadta a holokauszt megtörténtét, melyért 750 ezer forintos bírságot szabott ki rá jogerősen a bíróság. Mindezek alapján tagadhatatlan, hogy a Jobbik soraiban továbbra is fellelhető az antiszemitizmus. Ez azonban mindez idáig kimerült a verbális gyűlöletcselekmények szintjén. A mai nap azonban mindez megváltozott. Szávai István ugyanis maga hencegett arról, hogy fizikailag bántalmazott valakit zsidó származása miatt. A Tett és Védelem Alapítvány több éve monitorozza a magyarországi antiszemita jelenségeket. A tárgyban kiadott havi és éves jelentéseink nyilvánvalóvá teszik számunkra, hogy amíg Magyarországon erőszakos cselekményekre elvétve kerül sor, addig Nyugat-Európa számos országában a zsidóság fizikai léte van veszélyben, hangzik a Tett és Védelem Alapítvány közleménye. 35%-os illetményfejlesztést jelentett be a honvédelmi alkalmazottak számára a szakminiszter. Benkő Tibor elmondta, január 1-től egységesen 20%-os, majd évente 5-5%-os illetményfejlesztésben részesülnek a honvédelmi alkalmazottak. Úgy fogalmazott, nem csak a feladatellátás, hanem a katonákról való gondoskodás is fontos, és lehetőség van arra, hogy a honvédelmi alkalmazottak is többletjuttatásban részesüljenek munkájukért. A honvédelmi alkalmazottak kategóriájának bevezetéséről szóló javaslatot október végén nyújtották be a parlamentnek. Az elfogadása esetén január 1-től hatályos jogszabály szerint a honvédelmi alkalmazottak körébe azok a civilek tartoznak majd, akik a katonák mellett dolgoznak, jelenleg köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolásban, és munkavégzésüket számos speciális szabályozás is érinti. A Népszava közleménye szerint a Napilap integrálja saját kiadója másik lapját, a Vasárnapi Híreket. A Népszava hírközpontúságának és a Vasárnapi Hírek elemzőbb és szórakoztatóbb stílusának ötvözésével egy tartalmasabb szombati újsággal és hétközi kulturális melléklettel találkozik az olvasó, nyilatkozta Puk László, a kiadót, a 21. század média Kft.-t tulajdonló Horizont Handels und Industrie AG meghatározó tulajdonosa. Puk elmondta, az ötlet nem új, bár korábban is gondolkodtak a két média termék valamilyen összekapcsolásáról. A Népszava hétköznap 20, szombaton 24 ezres példányszámot produkál. A humanitárius vízumot a tagállamok szuverenitásának csorbításával akarja elfogadtatni az Európai Unió, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Orbán Balázs szerint felháborító, hogy az Európai Parlament a vízumról szóló javaslatban arra hívja fel az Európai Bizottságot, fogadjon el egy olyan uniós rendeletet, amely a migrációs politika szabad alakításának döntési jogát kivonná a tagállamok hatásköréből, és az unió kezébe adná, hangsúlyozta. A javaslat szerint minden tagállamnak kötelessége az EU által megszabott feltételeknek megfelelő humanitárius vízumot biztosítani a bevándorlóknak.
Külpolitikai híreink. Az északi áramlat 2 földgázvezeték építésének leállítását és a NATO fekete-tengeri jelentésének megerősítését sürgette Petro Poroshenko ukrán államfő. Kiemelte, Oroszország a Kercsi-szorosnál történt incidenssel bebizonyította, hogy ki akarja terjeszteni befolyását Ukrajnában, folyosót akar létrehozni az elfoglalt Donyec-medencétől az elfoglalt Krím-félszigetig, és nem lehet kizárni, hogy még tovább fokozza agresszióját. Ezért a szabad világ jövője dől el ezekben a napokban Ukrajnában, fogalmazott Petro Poroshenko. 6 évi mélypontra csökkent a júniussal zárult egy évben az Európai Unió társállamaiból érkezők nagy-britanniai bevándorlása. Nem kis részben a közép-európai EU országok állampolgárainak most már tömeges elvándorlása miatt. A brit statisztikai hivatal becslése szerint a vizsgált 12 hónapban nettó 74 ezer volt a tartós letelepülési szándékkal Nagy-Britanniába érkező külföldi EU állampolgárok száma. Nagy-Britanniában 2012 óta nem mértek ilyen alacsony éves szintű nettó EU bevándorlást. A statisztikai hivatal ismertetése szerint a júniussal véget ért egy évben 219 ezeren érkeztek letelepedési céllal más EU országokból, és 145 ezer EU állampolgár távozott. Az EU 8 csoport, vagyis az Európai Unióba 2004-ben felvett 8 közép- és kelet-európai tagállam, köztük Magyarország, nagy-britanniai bevándorlási mérlege, azonban most már negatív. Az ONS kimutatása szerint ezekből az országokból a vizsgált 12 hónapban 41 ezeren érkeztek, ugyanakkor az országcsoport állampolgárai közül 55 ezeren távoztak, vagyis a nettó bevándorlási egyenleg ebből a térségből mínusz 14 ezer volt a júniussal zárult egy évben. Továbbra is a közép-európai térség lesz az európai növekedés motorja, és ez önbizalmat ad az európai jövőről folytatott vitában, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban a visegrádi négyek külügyminisztereinek találkozója után. A magyar diplomácia vezetője kifejezetten jó hangulatúnak minősítette a találkozót, hozzátéve ennek a hangulatnak megvan az oka, mégpedig az, hogy az elmúlt negyed év gazdasági növekedési számai ismételten bebizonyították, továbbra is a közép-európai térség lesz az európai növekedés motorja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a közép-európai térségben a gazdaság kétszer olyan dinamikusan bővül, mint az európai átlag, és ez jogos önbizalmat ad az európai jövőről folytatott vitában. Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petricek, cseh külügyminiszter, jelentette a Lidové Novinj. Az újság összeállítása szerint Csehországnak jelenleg 96 nagykövetsége van a világban, amelyekből 17 volt eddig kiemelt fontosságúnak minősítve. Januártól kezdve a top cseh nagykövetségek listájából kiderül az ankarai, a budapesti, a kijevi és a római nagykövetség. A legfőbb ok gazdasági költségeket takarítunk meg, amelyeket máshová tudunk átirányítani. Csehország például Maliban nyit új nagykövetséget, indokolta a döntést Tomás Petricek. Visszatértünk azokhoz az időkhöz, amikor a lista a nagyhatalmakra, a szomszédos országokra és a kulcsfontosságú intézményekre orientálódott, magyarázta a miniszter. Ismail Haniyeh, a Hamas terrorszervezet politikai szárnyának vezetője, szerda este levelet írt az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének elnöke, Maria Fernandez Pinoza Garcésnek reagálva az Egyesült Államok és Izrael Hamas elleni erőfeszítéseire az ENSZ-ben. Az Egyesült Államok azon munkálkodik az Egyesült Nemzetek Szövetségében, hogy megnyerje az európai országok támogatását egy Hamászt elítélő határozathoz. A közgyűlés várhatóan az elkövetkező napokban fog szavazni a javaslatról, amely elítéli az Izrael célzó rakétakilövéseket, és követeli, hogy a Hamász vessen véget az erőszaknak. Levelében Haniyeh azt állította, hogy nagy düvel és megvetéssel követem az Egyesült Államok jelenleg zajló és szánalmas erőfeszítéseit, nem csak a konfliktus izraeli narratívájának elfogadása miatt, hanem mert minden anyagi és erkölcsi támogatást megad az izraeli megszállásnak, hogy folytathassa agresszióját népünk ellen, és megfossza őket a szabadság, függetlenség és önrendelkezés alapjogaiktól. Gazdasági híreink. A magyar bankrendszer sok ellenálló képessége mind a likviditási helyzet, mind a veszteségtűrő képesség szempontjából erős,
Derül ki a jegybank pénzügyi stabilitási jelentéséből, amelyet a Magyar Nemzeti Bank mutatott be. Nagy Tamás, az MNB főosztályvezetője elmondta, a bankrendszer jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Ez erősíti a bankok tőkehelyzetét, de a profit szerkezete fenntarthatatlan. Az eddig az értékvesztések visszaírására épülő magas profitabilitás kifulladni látszik. Nagy Tamás rámutatott, a banki nyereségesség fenntartásához szükség van a banki költségek csökkentésére, a költséghatékonyság javítására. Híreinkről bővebb információt a www.braierpress.com, illetve a HetiTV.com-on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Szombaton túlnyomóan felhős lesz az ég, több napsütés keleten ígérkezik. Nyugaton helyenként hószálingózás, gyenge havazás is kialakulhat a nap első felében. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban -2 és -12 fok között alakul a hőmérséklet. Északon, északkeleten lesz a leghidegebb, nappal -2, +3 fokot mérhetünk. További kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!